Peggy 18. Sziasztok, srácok! Folytatódik a Postal 3-at bemutató kis videósorozatom, és mint látható, már is itt az új feladat, egy hippi faszinak kell hívfertőzött macskákat összeszednünk, és a hívfertőzött macskák bizony nagyon veszélyesek, meg könnyen bedühödnek, íme? Hát hamar leszedte a kedves kollégának a fejét, úgyhogy elkerüljük mi is a csúnya halált és végzetünket, úgy döntöttünk, hogy macska mentával fogjuk előtte őket kicsit bebódítani, és ezután könnyedén össze lehet szedni ezeket a cicákat, és egészen pontosan 15 darab hívfertőzött macskát kell összeszednünk. Hú, de jó lesz, nagyon jó. Na, lássunk is hozzá a feladathoz. Azt mondja, kéne keresnünk egy macskát. Ó, és ott is van egy. Ó, cici, cica, jó, és látható, hogy mennyire veszélyes. Pici, kicsi, cica, jaj, hogy szeretik, hogyha visszafelé is fésülik őket, ha. Na, megvan az első macskánk. Hát annyira nem topzódnak itt a cicusok, de lehet, hogy csak én vagyok túl figyelmetlen. Ó, cica, cica, bolj elő. Ah, itt van egy. Fújjuk le, jó van. Már is be lett narkózva. Következő macskánk ott szalad. Hamar össze fogjuk szedni, úgy érzem. És itt van a következő áldozatunk. Ó, megvan ez is. Micsoda! Begyűjtöttünk három macskát, és jön a következő videó, ahol is látható, hogy a kínai triád tagjai bizony tiltakoznak a macska fogyasztásunk ellen, mert ők akarják elfogyasztani azokat, illetve az éttermükbe felszolgálni. Úgyhogy ennek elkülönése érdekében most úgy döntöttek, hogy végeznek velünk, de mi ezt annyira nagyon nem szeretnénk, úgyhogy előlük melekülve kell a maradék macskákat összegyűjtenünk. Nézzük, hogy mennyire tudunk jó munkát végezni. Hú, kezdjünk is szaladni, mert már is jönnek ránk a kínaiak, íme ott látható a kedves úriember. És ott meg kettő darab macska, hú, de jó, na. Cicák, na menjetek el. Maradj itt, cica, megkínoszlak. Jó van. Honnan jöttek ezek elő ennyien? Jó Isten, és kínai automata fegyverekkel, nem akarom, nem akarom. Na, cica! Na, megvan a következő. Oh, ott egy újabb cica. Ezek a kínaiak annyira útban vannak, hogy nem tudom tőlük felvenni a macskát. Ja, menj már innen. Na jó van, akkor én megyek innen, úgy döntöttem, mert hamarosabb fogok így szorítani. Ah, és ott a következő macskánk, ez az, bódulj be, jó van. Nincs is jobb, mint a benarkózott macska. Ez az. Nekem is van amúgy kettő, úgyhogy ne ijedjetek meg. Na, gyerünk, 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 itt a következő. Ó, és talán még egy macska kell. Na, na, gyerünk. Ó. Nagyon pusztítják az életerőmet, na gyerünk macskusz. Ó, azt elszalad, de egy szemétláda macska ez. Na, jó van, megvan. És akkor most kell még egy macska, és talán készen is leszünk ezzel a küldetéssel. Kérem szépen, hölgyeim és uraim, macska mentő akció a köbön. Ó, hát ez meg mit csinál? Jó Isten, az utca közepén, nem gondoltam volna, hogy ez egy ilyen játék. Na, bódulj már be macska, vagy így, vagy úgy, de befogsz. Jó van, és meg is van. Sikerült kiviteleznünk ezt a macska mentő feladatot, de mint látható a hippi cimboránkat hát letartóztatta a rendőrség, mert hát illegális a macskák begyűjtése és etetése. Miután sikeresen megmenekültünk a börtönbe jutástól, úgy döntött a főhősünk, hogy elmegyünk és megnézzük a politikai előadást, amit a mai nap tart a polgármester a városba. Hát itt látható, nagyon szépen szónokol, és mint láthatjuk azt is, hogy meglepően hasonlít a legelső szexshop tulajára, mert hogy a két személy egy és ugyanaz, hát igen, na. És már is kaptunk egy telefont egy újabb melóról, ahol is érdekes dolgok fognak megint majd várni minket. Addig is köszönöm szépen, hogy
megnéztétek ezt a kis rövid filmecskénket a következő epizódig. A viszontlátásra! Sziasztok! No problemo, security's my mother's maiden name. Or at least it was a tattoo she had.